Sziasztok! A mai videóban az XP szinten fogja azt jelenteni, hogy mekkora területen van. Ott fölöttem van egy ilyen kis piros négyzet, ez most jelenleg az én mozgásterem, ezen kívül nem tudok kimenni. Azonban, hogyha magamra dobok néhány XP-t, és átváltok a kettes szintre, akkor, mint ahogy látjátok, megnőtt egy picikét a mozgásterem, illetve a világom, és így már több mindent elérek. Vajon ki tudom így játszani a Minecraftot? Nézzük! Néhány nappal ezelőtt láttam egy háborús filmet, ami tel is tele volt tankokkal, és azon gondolkoztam, hogy vajon mi milyen lehet egyet vezetni. És nagy szerencsémre szembe jött velem a World of Tanks. Aki esetleg nem ismerné, röviden elmondom, hogy miről szól. Ez egy teljesen ingyenes játék, és itt a játékosok hatalmas szárazföldi csatákban mérhetik össze a tudásukat más játékosokkal szemben. Több mint 800 féle különböző történelmi tankár rendelkezésre 11 különböző országból. És ezek közül tudod kiválasztani azt, ami neked a legjobban tetszik. Aztán, hogyha ez megvan, akkor már is mehetsz a harcba egyedül, vagy csapatban a barátaiddal. Ez a játék tökéletes azoknak, akik szeretik a rövid meccseket, viszont azoknak is, akik az egész estés hadjáratokat imádják. És ami a legjobb, hogy minden platformon elérhető, legyen szó PC-ről vagy konzolról a World of Tanks engem teljesen behúzott, tehát akár órákig is el tudok vele játszani, de garantálom, hogy ha kipróbálod, akkor a harmadik mesnél te sem fogod leállítani, hanem azon kapod majd magad, hogy már a harmincadikban vagy. Hogyha a leírásban lévő linkemen keresztül csatlakozol hozzám, akkor egy nagyszerű kezdőcsomagra tehetsz szert, de nézzük is azt, hogy mit tartalmaz a csomag. Egy prémium brit tankot, 250.000 kreditet, három prémium tankot 10 meccsre, és 7 napos prémium fiók elérést. Szóval srácok, ha kedvet kaptatok a játékhoz, akkor ott van a link a leírásban, töltsétek le mindenféleképpen, és jó szórakozás mindenkinek. És akkor vissza a videóhoz. Oké, okay, szóval ebbe az első ládába azért viszonylag elég sok minden van, meg a beről is is oszta mindenit, pedig ezt meg sem nyitottam volna normál esetben. Jó, legalább van egy kis szettünk, meg kaja. Igaz, hogy nyers, de nem baj. És amúgy itt még van egy kis XP poti, úgyhogy a hármas szintet most már meg tudtuk lépni, úgyhogy még nagyobb a border. És hát valahogy módszert kell találnunk arra, hogy minél több és több XP szintet tudjunk összeszedni. Igazából fogalm sincs arról, hogy az Ender Dragon küzdelemhez hányos XP szint kell, de remélem azért, hogy nem ilyen százas. Ezt még nem érem el. Állatokat amúgy elérek, meg néhány ilyen vítet is Hogyha hogy maga a szaporítás az meg tud kezdődni És az is azt hiszem Igen, ad valamennyi XP szintet Úgyhogy akár még ezt is el lehetne Farmolgatni mondjuk a tehenekkel Csak gyertek beljebb, mert nem tudok oda menni. Ja, hogy ők se tudnak bejönni Ezen a borderen, értem Jó, még egyszer tudtam őket szaporítani Úgyhogy remélem, hogy most már a négyes szintet elérjük Hát nem nagyon, de oké, okay, megvan Level 4, nem mondom, hogy sokkal jobb lett a border De elfogadható így most már jöhetnek a tehenek is. És hát akkor nézzük meg ezt a házat, hogy hát ha rejteget nekünk valamit, mert egyelőre jobb ötletem nincsen, hogy hogyan tudnánk tovább haladni. Aha, itt igazából amúgy be tudunk jönni a házba, úgyhogy ez már egy jó jel. Nyilván nem a rendeltetésszerű megoldás az egész, de hát ez van. Jó, lesz egy ágyunk, az tökéletes. És egyelőre ennyi. Miért jön egy fantom? Hogy lehetséges a játék ilyen korai fázisában? Mondjuk szerintem nem tud bejönni a borderen, úgyhogy lehet, hogy az neki egy kicsit problémás. Amit esetleg még most meg tudok csinálni, az az, hogy kiégetem a kajámat. Szerintem az is tudna segíteni ezen a problémán. Jó, talán most a tehenek már elegendőek lesznek az ötös szinthez, és nem? Na mindegy! De a és fixre jó lesz. Csak ne csapjon belém a villám. Jó, és ott is van az ötös szint. Let's go! És úgy látom, hogy a fantomoknak ez a szint még mindig nem elég, aminek egy picit örülök azért, megmondom őszintén. Vagy elég? Ó, de ez elég. Úgy tűnik, hogy be tudtak jönni. Ami most veszem észre, hogy őket amúgy picit gyorsabban lehet szaporítani, mint a Java Editionben. Na jó, gyorsan alszunk egyet, hogy legalább az eső elmenjen. Jó, és meg is vagyunk hatos szintűek, oké. Okay. Egyre nehezebb lesz ugye ezeket a szinteket összeszedni, azt azért így lehet tudni, mert minél magasabb az XP szinted, ugye annál úgymond kevesebbet kapsz, jó, malacokat is tudunk most már szaporítani, végre nőtt annyit a border. És az a baj amúgy, hogy le lehetne ölni ugye ezeket a mobokat, mert az lenne a lényeg, és akkor kicsit egyszerűbb lenne, csak nem nagyon nőttek meg a többiek. Úgy így, hogy most már picit körbe tudok nézni, láthatjuk azt, hogy mekkora is ez a falu, amiben vagyunk, és hogy mennyi, de mennyi láda van, illetve beről, amikkel tudunk majd gazdálkodni. Tényleg csak az elején is ki kell várni ezt, hogy ez működhessen. 800 szint, és most már van egy nagy tehenem, úgyhogy leölhetem őt, tőle is megkaphassam az XP-t. Aha, és itt is van egy láda. Uh, shield is van benne, Iron X elérkeztünk egy következő részleghez. Most már. Egyébként ezt szerintem simán kisajátíthatnám, mint saját házat. Csak akkor valahogy kéne tudjam használni ugye a bejáratot, <laughs> amit meg nem tudok egyelőre rendetet egyszerűen. És itt is van a legújabb termésünk, a krumpli. Ugye ez a kedvenc ételem a Minecraftból, úgyhogy ennek most azért tudok örülni. És ugye ezt a részét is igazából jó lenne, hogyha meg tudnánk csinálni valami hasonló féle veteményesre, mert úgy lenne ám az igazi. Ugye a malacok egy picit gyorsabban nőnek, én azt vettem észre, mint mondjuk a többi mob. Ó, oh, lehet, hogy most már lesz egy vúlom? Igen, kettő, nice, mert meg akartam csinálni ezt a kárpitot végre, hogy ne kelljen folyamatosan kinyitnom ezt a kis kaput, hanem így is tudjak akkor járkálni. Fokkal kevésbé veszélyesebb a dolog. 9 szint, megszereztük az előbbi festményt, ez az. Jó, van most már egy szem, bár igaz, hogy én már craftoltam magamnak, de esetleg a későbbiek során jól jöhet. Egyébként azt még nem néztem meg, hogy esetleg mondjuk mi van akkor, hogyha én elkezdek itt bányászni. Tehát van-e valami olyan bánya rész, ami, ami nekem mondjuk jól jöhet? Hát biztos van, csak fákám nem igazán van hozzá, és semmit nem fog látni az égvilágon. És ott is van a tízes szint, let's go! Na most már elérem ezeket a berőlöket. Ironór uh, Iron Ore és is van ezekben. Ami ugye mit jelent? Még több XP-t. Mert ugye én ezeket kiszedem, nyilván ezekből még nem kapok XP-t, de hogyha kiégetem, akkor ugye már igen. Úgyhogy szépen alszunk is egyet, és amúgy valahogy próbáljunk meg berendezkedni. Tehát itt lesz a láda, itt lesz mondjuk valamilyen kis lejárat, és akkor nézzük, hogy ezért a kettőért mennyit kapunk. Hát <laughs> nem sokat maradjunk annyiba. Még egy kis kaján maradt, amit esetleg ki lehet égetni, azon kívül most egyelőre semmit. Most már amúgy egészen lassan, de biztosan be fogok tudni jönni ebbe a házba. Itt már egy blokkot meg is tudok kezdeni, úgyhogy tök jó. Hát most éppen a következő probléma az az, hogy nem nagyon nő a veteményes, de hogy úgy egyáltalán. Szerintem én ezeket teljesen újra be fogom vetni, és meglátjuk azt, hogy esetleg így van-e valami hatása ennek a dolognak, hogy valamiért nem vizesedik be a talaj, és a fogalm sincs, hogy ez mitől lehet tehén is már megnőtt, úgyhogy jöhet is a 11-es szint. Á, ez üres, nem már. Ide benézünk, akkor egyelőre nem látunk semmit, de lehetséges az, hogy. Ú, ez bomblok? Ez bombloknak tűnik. Jó, ezzel ki is lehet ütni, nice. Azt a, ezzel mondjuk nagyon-nagyon durván megmentjük a végjátszást. Na, 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 elkezdődött a vizesedés, nice. Úgy látszik, hogy életre kelt a Minecraft ennyi idő után. Amúgy azt most veszem észre, hogy konkrétan ezek is bomblokkok. Végig mindegyik bomblok. <laughs> Én pedig itt szórakoztam ezekkel, hogy nincsen kaja. Azt közben az egész ház egy bomblok ház konkrétan. Úgyhogy igazából annyi XP-t csinálok, amennyit akarok. Nice, és a mobok is elkezdtek növekedni. Uff, ennyi bombit tudtam csinálni. Azt szerintem igen elég lesz. Jó, gyerünk, gyerünk, szaporodjatok, minél több XP-m legyen. Nyomjátok. Szép, 12-es szint. Ezeket a berelöket most már elérem, de megint csak tök fölöslegesen, mert nincs bennük semmi. Ja, hát minden olyat kiütök amúgy, ami, ami most már nem fontos. Lassan amúgy tudom használni a bejárati ajtót is a házhoz, ami nagyon jó lesz most már. Scaffoldingot már ki tudom ütni, és let's go! Itt is van a láda, még egy csomó helybél. Most már szerintem egy kicsit szortírozok az állatok közül is, mert most már elég sok van belőlük. Ja, most már egy fokkal gyorsabban lehet haladni, az tény. Ú, na ezt a veteményes mennyire durva lenne megszerezni most már. Talán ez a láda is meg lesz. Igen, kis kaja, meg még egy kis iron pickaxe, és itt bent is rengeteg izgalmas dolog vár ránk. Oké, okay. a 15. szinten vagyunk. <hih> egy creeper! Ezt, ezt ugye nem akarod teljesen komolyan mondani. És most kiszabadult az összes mobon creeper miatt. Oh my god. Ezt ugye most nem. Jó, az a szerencse amúgy, hogy nagyon-nagyon messzire nem tudnak menni, csak ugyanaddig, amíg a border tart. És hogy persze ez szerencse, csak <laughs> valahogy ezt a helyzetet mégiscsak meg kellene oldani. Jó, oké, föl tudtam húzni ide egy falat, meg ide is, és akkor legalább innentől kezdve már nem fognak tudni kimenni. Jó, ez a blokk is megvan. Hú, ez a creeper most nagyon-nagyon áthúzta a számításaimat. Egyébként bővíteni akartam a területet, de nem feltétlenül így. Jó, elvileg szerintem akkor megvan mindenki, és ö, nem fognak tudni elmenekülni. Aztán gyakorlatilag meg csak reménykedem benne. Vándorfalusi, ja, csak nem fog tudni átjönni a borderen, nő Én amúgy nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen állatformal ennyi XP-t lehet farmolni. Jó, most ugye egyelőre ez normál Minecraft viszonylatban nem sok, de ebben a használatban eléggé durva. És el tudtam kapni a Vándorfalusi, de hát amúgy meg nincs mr szóval lényegében teljesen mindegy, hogy mit ajánl. Ugh, és itt van valami bányaszerűség, amúgy ezt eddig nem is fedeztem fel, és ott is van egy láda. Szerintem ezt most már el kéne érjem, így is van. Van egy kis kaja, horgászbot, talán amúgy horgászásról is lehet valamit elérni. Ezekben meg nincsen nagyon semmi, úgyhogy természetesen elviszük őket. De ez a bánya amúgy érdekes. Oszta mindenit. Hát ez nem is kis bánya. Ott vannak szkeletonok, akik szerintem még igen, még nem érnek el minket, ami nem baj. Van szén azt. Ez a hely amúgy nagyon-nagyon hangulatos. Még vas is van, tel leszünk ércekkel. Meg ugye XP-vel is így, meg az inventory is tele van, na mit dobjak ki? Mondjuk a berölöket, azokat úgy használom. Aha, és itt van valami létreszerűség, szerintem tudom, hogy az hova vezet, csak ezt még nem fogom tudni használni. Aha, és még erre se tudok menni, na mindegy. Jó, de egy nagyjából megvan amúgy, hogy mi hogy van. Az a létre onnan a csapóajtótól érhető el, szerintem. Tehát ez az a csapóajtó, ami minket amúgy le is tud vinni, Úgyhogy nem tudom, hogy mibe akadtam el, de ezt már egy pont tudom használni. Meg ezt is. Szóval így nem, nem tudom, hogy mi történt. Jó, ja, hogy ezt az oszlopot nem, de ezt még igen. Á, megvan. A szén az sosem jön rosszul. Ja, hát persze, mert ez is XP. Tehát igazából akkor mindent ki kell szedni, meg ott van egy láda. Azt eddig hogy nem vettem észre. Bár talán, aha, azt még nem érjük el. Tehát ott még kell egy-kettő ilyen cucc, és akkor azt is el fogjuk érni. Meg nem beszélve arról, hogy ez itt mint kaja. Ezek a globerik, na meg hát a szenet azt kiszedjük. Egyébként a nedőrbe kéne valahogy letalálni, mert ugye ott van kvarc, és a kvarc az köztudatlan a legjobb ilyen XP droppoló, úgyhogy esetleg még azt tudna rajtunk segíteni elég jól. De már amúgy ide is be tudok jönni, csak. Ki nem, mert kívülre raktak gombot, belülre már nem. 200 IQ. Úgy, és akkor most már teljesen be tudtam építeni, hogy 1000% biztosra ne tudjon kimenni semmi. Hú, de meg vannak vadóva itt a tehenek, meg minden. Jó, 19, úgyhogy most sikerült akkor így összesen kettő blokkal kiebb tágítani a bordert. Ezt meg szerintem befedem, mert abszolút nem lesz rá szükség, mert ugye le tudok menni a bányába máshogy. Ide szén, mehet a vaségetés, ú, és ide elérünk már a veteményesnek a, az elég jó részébe, úgyhogy hamarosan ott már meg is tudjuk szüntetni. Itt is van egy ilyen kis házikószerűség, amúgy lehet, hogy ez lesz a bázisom inkább, vagy majd aztán kiderül, hogy ezt ez hogyan lehet megoldani. És akkor jöhetnek is a vasak, a szenek, az nagyon fontos, és talán a láda, ú, itt is van, oké. Okay. Torcsok, az köszi, meg egy iron boots, az is szerintem jól jön aztán még ezeknek a skeletonoknak nem kellene tudnia kijönni, de ott van egy spawner. Hogy most ez hogy fogom megoldani majd, azt nem tudom, hogy itt nem millió számra spónoljanak majd a, a skeletonok, de mindegy. Egyébként ugye abból egy XP farmot kéne csinálni akkor ott tényleg aztán tudnánk farmolni ezerrel. Tehát azt a spawnert semmiféleképpen nem fogom kiütni, természetesen. És nézzétek meg, mekkora már a területem. Tehát az elejéhez képest, ahogy kezdtük, most már brutális. Egyébként arra gondoltam, hogy ezt a házat én most itt lehet, hogy lebontom. Tehát, hogy nekem nagyon-nagyon útba van, és csomó jó cuccot tudnék belőle farmolni, úgyhogy szerintem ennek mennie kell. 15 vas, most ennyi XP szinten van, kiveszem. Hát öööö, sokkal nem ment följebb. Innentől kezdve a farmot picit átalakítjuk. Az összes ilyen kajás cucc az valószínűleg itt lesz most már. No, hát a ház lebontásával azért egészen jól állok. Úgyhogy a, teteje az nagyjából megvan. Igazából csak az alapanyagok miatt gondoltam úgy, hogy ez, ez, tényleg le kéne bontani, meg azért, mert nekem egy picit tényleg útba van. Úgyhogy igen, ez még tényleg lebontásra fog kerülni, csak haladni is kéne a challenge -el. De hát bombillünk a szerintem végtelen mennyiségben lesz már. Tényleg ebből annyi cuccot kapunk ezekből a házakból, hogy elképesztő. Viszont ugye itt van ez a veteményes egész konkrétan. Ez lesz majd szerintem nekünk a fő. Tehát ide fogunk tényleg átköltözni. Csak ahhoz még egy pár kört le kell futni. És kicsit rá kell fókuszálni a búzára, mert az igazából már elfogyott. Jó, 52 búza lett a vége. Így szépen mehet is tovább a szaporítás. Uram, Isten, mennyien vannak amúgy! Nagyon-nagyon kemény. Hát konkrétan nem látok semmit. Jó, level 21 is megvan már, a 20-ról le is maradtam. Mivel nőtt még egy picit a mozgástér, ezért lehetséges az, hogy a skeletonok azok már így ki tudtak szabadulni. Úgyhogy magam az veszek egy shieldet, és igazából megpróbálkozom lemenni hozzájuk. Ugye ők tényleg, aha, igen, működik a skeletonos buli. Szóval ők tényleg elég jó XP-t tudnak majd adni, csak valahogy ezt XP farmosítanunk tudni kell. Tehát, hogy itt majd vizet csinálunk, meg leeresztjük őket, meg nem tudom mi. Egyedül ez szerintem így, így működne. Amúgy megnézem, hogy a kopper az mennyit ér. Fugalmam sincsen, hogy, hogy így kiégetve mondjuk mennyi XP lehet egy kopper. Aha, és itt már lassan elérjük azt a barrel -t. Befele esetleg ezt a ládát már elérjük-e? Nem, még egy kéne minimum. Ez üres. Igazából ez is üres, meg gondolom akkor az alsó is, igen. Na most, így 22-esen kapunk egy üres ládát? Ez komoly? Hát ez azért picit elszomorít. No, akkor új a projekt. Ezt innen teljesen kiszedjük. Tehát az összes létező ilyen veteményest innen most eltávolítom. Már amennyire ez tud sikerülni egyébként a malacoktól. Jó, egy kicsikét le is ugráltam a területet amúgy, hogy legalább a fű az tudjon terjedni. egy kis csirkeltetés. Tényleg kicsit van egy nagyobb mozgástere így az állatoknak, mert hogy eddig nem nagyon volt. Ú, de vagytok ide szoróval Jó ég. Oké, okay, akkor tesz jelleggel a koppert is égessük ki. Uh, ez a házam úgy egész érdekesen néz ki, de úgy látom, hogy nem lesz benne nagyon semmi. Úgyhogy lehet, hogy ez sem nagyon éri majd meg. Aha, jövögetnek ám a szkeletonok, jól van. Aha, Ú, uh, gyémánt, let's go! Végre az első! És uh, ő, ő engem meg tud támadni, de hogyan? Pont ki tud jönni oda, és oké, okay, meg is halt szerencsére. Na itt most már lassan tényleg meg kell csinálni az XP farmot. Jó, csak azt még ki kell találni, hogy hogyan. De nem akarok meghalni, hello. No, most jön az igazság pillanata, 23-as szint, és a kiszedem, <laughs> akkor ez nagyon-nagyon nem érte meg. Na no, hát magát a házat azt egyébként sikerült lebontani, és hát azt találtam ki, hogy mivel itt rengeteg mobban is nézzétek meg, hogy mit csinálnak. Tehát, hogy ez, ez mi konkrétan, amit itt látok, hogy ebből azért így megpróbálok most néhányat leölni. Nyilván ezután ugyanúgy fognak maradni mobok, csak ez már lehet, hogy egy picit túl sok. Még a kardomnak is sok volt, és 27-es szint is megvan. Amúgy így sokkal jobb szerintem, hogy le van bontva ez a ház be is az egész területet, de egyébként amúgy valahova ide, vagy erre felé kellene megpróbálni a mobokat picikét így kiterjeszteni szerintem. Tehát az oké, okay, hogy most megölök egy csomót, de hogy ettől függetlenül azért szerintem jó lenne az, hogyha mondjuk nagyon mozgásterük lenne, mert akkor nem lenne ez valószínűleg, ami, ami most itt, itt tartatatlan helyzet. Mondjuk ezek is nagyon-nagyon jó XP farmok, ahogy látom. Elképesztő durva, hogy mennyi XP-t össze tudtam szedni fél perc alatt. És be tudtam jönni ebbe a házba, viszont egyelőre még nem nagyon látok semmit, meg azok a ládák is picit messze vannak. Hopp, és ezt a ládát elértük, ebbe van kaja, meg egy Golden Sword. Hát, valamennyire, úristen, ennyire elkopott a vaskardom, te jó ég. Na jó, mindegy, az aranykard az majd jó lesz valamire később. Itt, ó, itt lesz valami bánya. Nézzünk csak be. Aha, vagy hát ez nem is feltétlen egy bánya, de egész érdekesen néz ki. Aha, és itt fel tudok fedezni egy újabb házat, de ebben sincsen semmi. Csak ez a beröld ez sajnos üres. Jó, itt ezt elérjük. Van benne fa. És itt meg elérjük a ládát. Let's go! Iron boost, chain chest plate. Végre egy kicsit jobb védelem. A furnészek meg természetesen üresek, hát mi mások is lennének. Ebben a házban voltam már, mert itt is van egy láda. Nem, nem voltam. Jó, ja, igen, mert ide soha nem engeded be. Ó, szerintem ide meg se próbáltam megbejönni, Na várjunk akkor. Hát itt van konkrétan két láda, instant. Na jó, ö, lepakolok, és szerintem ide vissza kell jönni. Meg alszok egyet, és akkor az eső végre elmegy. Kegyetlen, hogy mennyi kajám lett. Fél perc alatt. Nagyon durva. Elérkezett az idő, amire nem is gondoltam. Hát kinőttem a ládáimat. Úgyhogy most már kell még egy. No, hát végre meg is lesz akkor a fullos szettünk. Rég viseltem már ilyen chain szetteket egyébként, de imádom őket. Na jó, szerintem vágok néhány fát és kialakítok különböző ilyen állatkarámokat. Ez lesz most a projekt. Jó, néhányat egyébként sikerült ide áthozni, és lehet, hogy nem is tehenes lesz inkább, hanem ez lesz a baris sarok, mert ez ö, sokkal jobbnak tűnik. No, hát ö, nagyjából egyébként sikerült ezt most már megcsinálni. Ö, elég sokat szenvedtem bele, az a helyzet, de végül is tudtam szeparálni a mobokat. Kicsit bugyuta módon, de a lényegen ez nem változtat. Gyere ki, gyere ki! Oké. Okay. Legalább <laughs> valami kis szisztéma legyen ebbe a dologba. Szóval itt lesznek a csirkék. Igen, és most mindenki egy kicsit kisebb létszámú lesz. Aztán majd a csirkéket egy picit arra fogom rakni. Csak most egyelőre annyi szenvedés volt már így is velük, hogy ezt tudtam kitalálni. Akkor ugye a malacok. És akkor ami nagyobb létszámban megmaradt, azok a tehenek, illetve a barik. És itt nem tudom, hogy miért maradt meg egy tehén, de akkor ő megy innen. Úgyhogy, ja, valahogy ezt, ezt így tudtam összerakni. Nagyon hosszú időn betelt, megmondom őszintén. De nem baj, legalább most már túl vagyok rajta, és akkor innentől kezdve. Tényleg normálisan lehet őket tenyészteni. És akkor itt most már nem baj az, hogyha itt maradnak, tömörülnek, nem tudom mi, mert akkor őket le lehet vadászni majd. Meg hát nyilván így egyszerűbb az XP szerzés is, természetesen. Oké, okay, level 31-et el is értük. Jó, majd a csirkéket erre fogjuk tudni akkor tényleg terjeszteni, de ez még nem most lesz. Itt ezt a hajót még mindig nem érjük el amúgy? Mert a border már egészen úgy tűnik, mintha itt a hajón túl lenne... És pont nem. Hú, még legalább egy vagy kettő szint fog kelleni ahhoz, hogy itt mindent elérjünk. Bár ezeket a berőlöket elérem, csak sajnos nincs bennük semmi. Jó, újra elérünk egy kis vas mennyiséget, annak örülök. Mert az a helyzet, hogy már eléggé fogyóban van a vas. Ezt az XP farmat itt jól át kell gondolni, mert amúgy ez kb. a leghatásosabb XP farm lehetne így a, a játékban. De majd valahogy Kövi projektnek szerintem ezt a házat is le kéne bontani, és itt ezt az egészet megcsinálni egy búzamezőre, úgyhogy most igazából ez fog szerintem következni, és valahogy úgy oldom meg ezt a búzamezőt, hogy vízzel le lehessen önteni, és akkor kb. 1 egy másodperc alatt lehullanak ugye a cuccok belőle. Na ezt a hatékony bontási technikát figyeljétek, srácok! Ilyet még senki nem csinált. Tessék! Oké, okay. szerintem a területet eléggé jól megcsupaszítottam, még ott maradt egy-két blokk, de ezekkel már nem kell foglalkozni, és akkor igazából most kezdődhet meg az a folyamat, hogy kiegyenlítem a területet, és akkor hét blokkonként emelek egy blokkot, és úgy elméletileg jók is leszünk majd a végén. Még mielőtt amúgy bármit csinálok, szerintem észszerű döntés az, hogyha csinálok magamnak egy örökvizet, mert aztán később ki tudja, lehet, hogy elzárom az összes létező vízforrásomat, és nem lesz sehol víz. Úgy. És akkor valahogy idáig fog tartani ez a veteményes, tehát innentől fog egészen odáig letartani. És akkor majd, hogyha ezek a területek megnyílnak, akkor lehet, hogy hozzáadom, de lehet, hogy nem még ezt eldöntöm. Kéne még egy szintet lépjek, mert így nem tudom elzárni itt a vizet. Csodás. Jó, hát egyébként amúgy alakul a dolog, és pont úgy maradt cucca, hogy én gondoltam, hogy itt lesz majd egy víztározó, és akkor itt pedig majd később egy ilyen rendszer de ahhoz még ugye kéne resztón, ami jelenleg nem sok van nekem, úgyhogy uh, igazából mindent manuálisan csinálok egyelőre, de aztán majd később automatizáljuk félig. Jó, el is készült akkor végre a farm. Igazából kicsikét meg kellett emelni <laughs> itt a a falat. És azért kellett megemelni, mert egész konkrétan a mobok fullazán be tudnának ide sétálni, meg esni, meg minden, amit mi természetesen nem szeretnénk, úgyhogy ez így el lesz majd barikádozva, meg zárva, meg minden. Addig is akkor el tudjuk kezdeni bevetni itt a dolgokat. Legalább kipróbáljuk, hogy valóban működik-e a cucc. No, és akkor ide csináltam is magamnak egy ilyen szép kis ajtót, és akkor majd ugye innen fogom tudni kinyitogatni a víztározót. Jó, az egész be van vetve, úgyhogy most várjuk azt, hogy ezek megnőjenek egy picit. Viszont én addig elmegyek most már az a hajóhoz. És hát azért megyek oda, mert most már 1000% az, hogy elérjük az ott lévő ládát. Én meg arra eléggé kíváncsi vagyok, úgyhogy go! Nézzük, mi az, ami ebben a ládában rejlik. Ó, egy törtössel, nagyon jó XP poti, és egy távcső. Annak egyébként általában nem szoktam örülni, mert mindig szokott lenni zoomom a játékba, viszont ugye ez a Bedrock Edition, és hát ebben nem igazán van Optifine, meg Optical Zoom, meg semmi, úgyhogy ennek most én nagyon örülök, és itt is van egy láda, amit esetleg már el tudunk érni. Hogyha elérem az oldalát, és igen, hát ezek mondjuk annyira nem jók, de elmegy. Hát itt lent meg konkrétan nincs semmi olyan doboz, a, ami nekünk jól jönne. Összes üres. Elérkeztünk egy újabb házhoz egyébként. Csak tudnám, hogy lehet bejutni. Uh -huh. Itt is lesznek ám dolgok. És full accesszen van ehhez a házhoz is. Oh, két állapot fender. ú, uh, az nagyon jó és talán ezt is el tudom érni, csak ugye ezt innen el kell távolítani. Két kenyér, köszi. Az Iofender után ez egy kicsit visszalépéses, viszont ennek azért tudok örülni, és mik ezek az endkövek itt? Úgy egyébként. Vagy ezeket lehet, hogy még nem tudom megnézni. Lehet, hogy itt lesz bent a portál. Egyébként bármi megtörténhet ebbe a játékba. Ja, az XP itt azt nem dobtam magamra, de mondjuk túl sok XP-t nem adott. Sajnos. Na, hát akkor én erőnek erejével fogom, és ezt az egészet most fel fogom éleszteni. Hát erre a mutatványra konkrétan nem elég 64 csont blokk. Nagyon durva. Úgyhogy itt azért valóban komoly mennyiségű kajára fogunk szertenni, az egyszer biztos. Oké, okay. na szerintem most vagyunk készen, úgyhogy hozom is a vizes vödröt, és nézzük meg, hogy valóban működik ez a cucc. elméletileg amúgy mindennek működnie kéne, nem kéne hiba legyen a rendszerbe. Úgyhogy próbáljuk meg. Úristen, mennyi cucc, te jó ég. Jó, nyilván, hogyha lenne itt ilyen víztározó, meg nem tudom mi, akkor kicsit jobban működne a dolog. De szerintem azért így sem olyan vészesen rossz. Meg majd nyilván lesz jobb is. Tényleg, ha lesz resztón, akkor onnantól kezdve ez meg lesz mentve ez a folyamat. Csak most egyelőre még ez, ez ilyen kicsit nyögbenyelős, de szerintem, szerintem működött. Ha nézzük, is próbáljuk meg összeszedni a cuccokat. Jó, teljesen levitt mindent, a külvilágba nem kerültek át vagy hát külvilág igazából a kerítésen kívül. Uff, és ennyi mindent kaptam. Az szép. Most akkor azt az elvet követem, hogy egy ilyen egy olyan vetés, mert elméletileg úgy sokkal jobban tudnak nőni a növények, úgyhogy én próbálom azt, hogy tényleg minél gyorsabban nőjenek, mert most már a bomblokok azok kevésnek bizonyulnak, mint ahogy láttátok. Egyszer 64 bomblok, hogyha kevés valamihez, hát ott már tényleg baj van. Mondjuk a répából szerintem annyit nem fog termeszteni, mert egyébként nem nagyon kell, Úgyhogy lehet, hogy mégis inkább csak a, a, búzákat fogom így előtetgetni. Jó, hát a, a termés az egyértelműen brutális mennyiségű. Úgyhogy innentől kezdve már csak a, szaporítás a kérdés, meg a lényeg körülbelül, és az abból megszerzett XP. Aztán utána meg legyélkoljuk a mobokat újra, abból is kapunk XP-t, és akkor kezdjük folyamatosan előről lesz az egész folyamatot. Bár mondjuk lehet, hogy az lenne a jobb, hogyha tényleg minél több mob lenne egy adott fajtából, és akkor őket is mondjuk el kéne költöztetni egy, egy hatalmas karámba, így mindegyiket, mert úgy akkor tényleg még jobban tudna működni ez az XP-s folyamat. Csak az megint rengeteg munka és idő lesz. Bár már legalább külön vannak ugye szedve, úgyhogy ebből a szempontból, azért lehet, hogy egy fokkal mégis egyszerűbb, mint ami, amilyen korábban volt. Na és igazából most jött el az a momentum, hogy én fogok építeni egy nagyon-nagyon egyszerűen működő ilyen skeletonos XP farmot, szóval hogyha ezt meg akarjátok tanulni, akkor mindenféleképpen maradjatok itt. Na hát egyébként ennyi cucc kell hozzá, igazából két vizes vödör, amit majd én oldok máshogy, kell egy csapóajtó, igazából fákja azért, hogy le tudjuk keríteni ugye a spawnert, 15 létra, hát körülbelül olyan 4 slab, és hát akkor opcionálisan ugye lehet még hoppereket is csinálni, de azt mi most sajnos nem fogunk tudni valószínűleg, mert ugye a vasmennyiség az, az lehet, hogy elég kevés, meg ott igazából csak annyi a lényeg, hogy valamilyen szinten ugye a cuccokat össze lehessen vele szedni, de az most nekünk tényleg így abszolút nem számít. Szóval az első lépés az az, hogy én fogom ide bejövök, és akkor ezt én így ö, le is fedem. Legalább akkor így nem fognak tudni spónolni. A kövi, és egyben nagyon fontos dolog, hogy négy blokk távolságnak kell lennie ettől az egésztől. Tehát egy, kettő, három, és akkor így négy, és akkor még egyel arrébb ki kell hoznom ezt az egész épületet. Ezzel mondjuk nem számoltam, megmondom őszintén. Titkon egyébként reménykedem abba, hogy a bedrockos verzióban is ugyanúgy működik, mint a Java edition -ösbe, mert különben hatalmas nagy bajok lesznek. Jó, hát egy kis szén mennyiség is azért megbújt a falban, nagyon örülök neki. Gyűjjön csak az XP. Oké... Okay készen is van. Tehát ugye minden oldalról fontos volt az, hogy négy blokk távolság legyen a falik. Most, hogy ez megvan, igazából három blokkot le kellene ásnom, és hát annak érdekében, hogy ezt meg tudjam, mert egyébként ezt ilyen zárt kapunk kéne megcsinálni. Hozok még néhány csákány szerintem. Na itt vannak a csákányok, és akkor próbáljuk meg kiszedni ezt a három blokkos falat. Oké, okay, meg is vagyunk, tehát akkor most már így néz ki a dolog, ugye négy így, négy blokk kihagyás van a falig, igazából a tetejéből nem nagyon kellett módosítgatni, tehát ott maradt ugyanúgy a három, és itt alatta is három. Tehát így állunk most. most Kövi lépésként, ugye nekünk egy örökvízforrás kellene, mit tudom én valahova beépítenénk a falba, vagy egyebek. Ezért mondtam, hogy nekem most elég lesz egy vödör is, de egyébként simán meg lehetne csinálni egy örökvízforrást, és akkor itt annyi a lényeg, hogy mind a négy sarokba dobunk egy-egy vizet. Nyilván már látjátok, hogy mi lesz ennek a lényege, az, hogy ott középen ott fog maradni az az egyetlen, egy picike blokkocska. Igen, tehát most így nézünk ki, ugye, hogyha lesz valaki, akkor ide bele fog esni. Eddig szuper, kicsit elrendezem a környezetet, meg ezt a részt itt szerintem be is zárom, mert innentől kezdve erre már nem lesz szükség, majd valahogy megoldjuk máshogy a kiáratot. És hát itt 10 blokkot le kéne ásni. Én nagyon bízom benne, hogy nincs láva. Jó, meg is van a 10 blokk, tehát nagyjából ilyen mélyen leszünk. Innentől kezdve igazából már úgy csináljátok, ahogy akarjátok, tehát itt lehet bizonyos helyeket is kihagyni. Az a lényeg, hogy ez a lyuk mindenféleképpen maradjon meg nyilván. Ugye itt csak az a lényeg, hogy legyen valamiféle mozgásterünk, tehát ezen kívül semmi más nem fontos. Nagyjából így szerintem rendben van. Szépen ezt kifákjázzuk, meg szerintem, hogy kényelmesebb legyen így még egyet leások. Aztán majd később lehet, hogy kicsinosítom a helyet, lehet, hogy nem, de szerintem jó az így is. Ó, oh, leesett egy kopper. Na mondjuk azt nem tudom honnan. Na és ugye. Itt még kell rakni, így blokkokat, illetve ide is egy blokkot, így. Ugye pont ez az a rész, ahol leesik. Egyébként itt a hopper szoktak már rakni, ezért mondtam azt, hogy ha lenne hopper, akkor ide ugye mellé raknám a két ládát, és akkor automatán belekerülne a cucc, de nekem ez nem fontos. És akkor egy ilyen három vagy négy, hát ugye hármat mondtam, ha jól emlékszem, azt nyilván azért, hogyha mondjuk ez lenne maga a fal, akkor ugye nem kéne oda mondjuk rakni, de így igen. Úgyhogy, ha ezt így megcsináljátok, akkor rendben lesz minden. És akkor itt lesz majd az ütőtér. És most fog igazából kelleni a létra, illetve a trebdór is. Egy pár pillanat múlva minket el kell, hogy árasszon majd a víz. El is árasztott, szépen lerakjuk még a létrákat, Leges legfelső részre a trebdort, és akkor így ö, tudunk közlekedni ebben az egészben, akkor, hogyha van valami probléma itt. Tehát akkor ugye meg tudjuk nézni, és be tudunk avatkozni, hogyha bármi van. Úgyhogy ez a létrás cucc pont csak erre való. Meg hát ugye mindenféleképpen ide vissza kell jönni, mert nekünk ki kell ütni a fákjákat, illetve rá kell rakjak egy ilyen szlebet a spónernek a tetejére. Tehát, hogy odamárt a szleb, leütögetjük a torcsokat. Oké, okay, és elméletileg már, mint ahogy látjátok, spónolnak is. Ugye nekünk az a lényeg, hogy egyelőre most visszamenjünk, és akkor utána majd megoldjuk másképp a dolgokat. Ugye elég jól spónolnak, tehát azt már így lehet látni. És akkor még én is szépen bejövök, lemegyek a trapdóron, és let's go! Már is itt vannak a szkeletonok. Nyilván egy picit lehet, hogy nehezebb őket így megölni, meg jobb lenne, hogyha alacsonyabban lenne ez a cucc, kevesebb sebzés, de így is azért két ütésből elég jól meg lehet őket ölni és ugyanúgy megkapjuk értük az XP-ket. Szerintem ez nem volt olyan túl nehéz. És akkor látjátok, hogy már most ennyi szkeleton van itt konkrétan, úgyhogy őket el lehet kezdeni csak így püfölgetni, és akkor ömlik is be az XP. Easy! Na no, hát nagyjából egy 10 percet vártam, és mint ahogy látjátok, ennyi szkeleton lett, nem is nagyon lehet megszámolni, de szépen elkezdjük őt akkor ütni, vagy őket, és megnézzük azt, hogy mennyi, de mennyi XP-t fogunk belőle kapni. Hát a kardom az nem túl sokáig bírja, ahogy látni, úgyhogy egészen komolyan fog működni ez az XP farm, én úgy látom. 37-es szint már megvan. Á, de kár, hogy nem osztam le a többi kardot. Ú, pedig jó lett volna. Na mindegy, ö, akkor majd max az i-akkal fogunk tudni operálni. De egy kőkard nagyon-nagyon-nagyon kevés ideig tart csak ki. Úristen. És még mindig rengeteg szkeleton van. Oké, okay. és akkor innentől kezdve szerintem már csak így íjazgatni fogjuk tudni őket. az a lából az lehet, hogy annyira nem hatásos, de mindegy. Azért nem akarok arra menni, mert lehet, hogy disponolnának, és azt meg nem szeretném nyilván. Hanem így lehet, hogy egy fokkal egyszerűbb. Ugye hát elég sok így meg van, mert szkeletonokat öltünk, tehát of course. Ja, de mondjuk még itt van vaskardom, szóval nem tudom, hogy miért ezt csinálom őket még megöljük, nice, meg is van. Hát azért viszonylag sok szintet tudtunk lépni, ennyi idő alatt is. Mennyi így, te jó ég! Azért az kemény. Na, de a lényeg az, hogy működik, úgyhogy ennek tudunk örülni, és így fogjuk tudni akkor az összes XP szintet majd összeszedni, ami nekünk fog kelleni a következő szigetekhez, vagy hát szigetekhez igazából nem szigetek vannak itt, hanem városrészek. Na, annak most nem örülnék, ha itt lenne egy creeper, úgyhogy gyorsan alszunk egyet. Nincs valahol láva egyébként, tehát hogy azt így még nem is láttam ebben a világban egyáltalán. Tehát majd valahol biztosan kell lennie. Ö, itt már lassan be fogunk tudni menni ebbe a malomba, ami egy ilyen end kinézetű valami. Úgyhogy lehetséges, hogy tényleg itt lesz majd a, az end portál. Bár itt már így be tudunk nézni. Aha, aha, itt lesz, itt lesz, itt van a Stronghold. Úgyhogy már nem vagyunk, nagyon-nagyon nem vagyunk messze ettől az egésztől. És elérkezünk egy újabb ládához. Hát, jók persze csak nem olyan hasznosak most. Jó, lesz egymillió millió darab új íjam. nagyon örülök. Majd arra leszek kíváncsi, hogy egyébként majd ilyen blazerodakat, meg mondjuk endőrszemeket, azokat honnan fogok tudni szerezni. Ez engem picit izgat, de majd kiderül is. Ja, hát ezt a házat már össze-vissza felfedeztük, tehát hogy ezzel már nincs több teendő. Ebben már pont elérjük a, az üres ládát. Na jó, ezért jöttem be ide, mindegy, helybélek bélek jól jönnek. Ó, itt is van egy láda, még egy szintet fejlődök, és akkor utána ki tudjuk nyitni. Hát ez a kutyi mérges, csak ö, nem is lehet megszelidíteni, úgyhogy kénytelen leszek megölni. Hát mire nem jók ezek a berölök, ide kerülnek a teljesen haszontalan dolgok, amiket úgyse fog soha használni. Úgyhogy tök jó, hogy ezeket is begyűjtöttem. És ezt pedig szerintem átalakítom egy dupla lá dává, köszönjük. Nem <laughs> is nehogy már csak úgy lehet dupla ládával alakítani, hogy így van mellette. Hát a Java bár bárhogy lehet, de mindegy. No, akkor jöhet is szépen a szaporítás, mehet is a 39-es szint. Jó, és akkor most magammal vettem néhány kardot, és elkezdem őket legyilkolászni, mert ennyire sok nem fog kelleni belőlük. Oké, okay, nagyjából így szerintem rendben. Akkor most ugyanezt a bariknál is megtesszük. Level 39 ott is van, easy. Oké, okay, szerintem ők is rendben lesznek. És akkor még a malacokkal, meg a csirkékkel kell kezdeni valamit. Bár a malacok azért nincsenek olyan túlzottan nagy számba, úgyhogy lehet, hogy őket csak kis számba fogom legyilkolni. És level 40, let's go! Az elmúlt szerintem 3 órába sokkal többet haladtam, mint az egész eddigi projekt alatt. Úgyhogy ennek most tudok azért örülni. Malacok is rendben, és akkor utoljára a csirkék. Hát, őket szerintem hagyom, ők elférnek így. Még szerintem eléggé bőven, úgyhogy ö, akkor ez is kész. Korábban még azt ott be akartam fejezni, hogy ne így nézzen ki, mint ahogy most, hanem ö, tényleg normális helyen legyen fölhúzva a fal. De nem lehet semmit csinálni, mert állandóan beesteledik. játék. <laughs> Hagyjál már! Legalább szokásosan az esőt sikerült elállítani, és ez a rész itt most már teljesen fölösleges, úgyhogy szépen ezt kiszedem innen. Jó, most már ez a projekt is 90%-os. Nyilván ugye még az a pistonos rendszer tök jól jönne, de azt már valószínűleg nem fogjuk megcsinálni ebben a videóban, mert egész egyszerűen nem fogunk oda eljutni, hogy legyen resztónunk. Tehát ez szerintem teljességgel kijelenthető. Na hát így 40-es szinten végre valahára elvileg elérjük ezt a ládát. Ezért vártam ennyit? Hát ezt már is küldjük a levesbe. Én azt hittem, hogy egyre jobb és jobb cuccok lesznek, nem egyre rosszabbak. De úgy látszik akkor csak én vagyok ilyen naív. Úgy látom, hogy ez a ház most már teljesen kinyílt. úgyhogy ide most már talán érdemes lehet benézni. Aha, az ládát pont... Ó, oh. hát ez üres. <laughs> Nagyon jó. Aha, itt... Itt még nem fogunk tudni lemenni teljesen a Strongholdig. És szerintem nem is próbálom meg, mert lehet, hogy beragadnék elég könnyen. Még ami van, az ez a kastély. Baj, nem is tudom, micsoda pontosan. De úgy látom, hogy még az is várat magára egy picit, mert... Annak is maximum mondjuk a felét tudnánk kiszedni, meg jó lenne, ha így lépcsőn körbe tudnánk vele menni. Nyilván a hajót most már teljes egészében elérjük, de szerintem minden mindent kiszedtem, ami, ami úgy kellett. Igen, itt, itt konkrétan már nincs is más. Hát akkor szerintem menjünk egy picit az XP farmhoz, és gyűjtsünk össze pár szintet. Ismételtet egy 10 perc, próbáljuk meg akkor most megölni a skeletonokat, és nézzük, hogy. Hányas szintre fogunk tudni felfejlődni a 40-esről? Fú, most rengeteg van, lehet, hogy kicsit több is, mint az előző alkalommal. Jó, 42-re sikerült. Hát ugye, ezen a szinten azért már bőven nehezen jönnek az XP-k. Viszont egy ládát tényleg itt hagyok ezeknek, mert nem kívánok mindent fölvinni minden alkalommal. Jó, 45-ös szint végre valahára. Így szerintem egy kicsit jobban kitárult most már a világ, és ennyi mindent <laughs> szedtem össze ez alatt a körülbelül egy óra alatt, amíg én itt farmoltam. Nagyon-nagyon kemény. Na és pont kezd is esteledni, úgyhogy nagyon jókor jövök. Ja, nem, most reggeledik, az más. Ó, oh, annak nagyon-nagyon nem örülök ott. Hát igazából semmit nem ad, úgyhogy szerintem megölöm, csak megölte az egész farmomat konkrétan. Jó, hát mondjuk ha az egészet nem is, de jó néhány cuccot itt kiszedtek. Úgyhogy ezeket majd vissza kellene ültetni, de majd később. Na de nézzük azt, hogy most már esetleg be tudunk-e menni ebbe a házba, csak megint természetesen rossz irányból próbálom megközelíteni. Szóval ugye itt van a Stronghold, és itt van hozzá egy láda. úh, három Eye Offender, És még van kettő, tehát összesen öt darabon van most már. Amin nézzük, hogy mit jelent pontosan. Aha, hát azt, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy mi itt bármit tudjunk csinálni. Ah, oh, itt is vannak, Jézusom! Micsoda cuccok, Diamonds World. Hát azért még szerintem egy kicsit kiebb kell tárni a bordert, még egy jó pár blokkkal, ahhoz, hogy mi ezeket el tudjuk érni. Viszont tényleg ötszem, meg nem is tudom még mennyi van a ládában, így most már egészen jól haladunk. És megnyugodtam, hogy nem kell menni a nedőrbe. <laughs> Ennek azért tudok örülni. Aha, szerintem itt az egész mindent ki kell nyissam majd, meg felfedezgetni, meg egyebek, és majd csak utána fogom tudni megoldani ezt az egészet, és itt is rejtőzött egy láda. Nézzük meg, hogy esetleg nincs-e több, de nincs. Jó. Mindegy, a lényeg az, hogy tudjuk, hogy hol van a Stronghold, úgyhogy ennek tudunk örülni. Meg annak is, hogy tényleg rengeteg szemet kaptam. Tehát most, ha úgy nézzük, akkor összesen már 7 darab szemem van ez az egészhez. És általában a portában is szokott lenni egy-kettő, úgyhogy valószínűleg meg leszünk mentve és ö, tényleg kihagyhatjuk a nedőrt ennyi szenvedés után, aminek, aminek tényleg örülök, és mondjuk ez meg is magyarázza azt, hogy miért nem volt sehol láva. Ú, de sokáig be tudok jönni itt is. Akkor nézzünk csak be. Oké, itt lesz egy láda, amit ki tudunk nyitni. Ha, vas csákány, let's go. Nice. Pedig már eléggé fogyóba volt, ami így csákányokból. És még ha itt is megnézzük, hogy mi van, hát itt, itt nagyon semmi. És csak magamat szivattam meg, mert kb. nem is tudok innen visszamenni. Vagy hát így, de. Itt meg nagyon semmi nem lesz már, ha jól látom. Fölfedezhetünk egy újabb házat, mert ö, egy picit a sarkába bele tudunk most már ennek látni. Jó lesz, ott van egy láda, úgyhogy arra majd lecsapunk. Tényleg akkor szerintem még egy ilyen 10xp szintet jó lenne összeszedni, ha nem többet, és utána fogjuk csak megkapni az extra cuccokat valószínűleg. Amúgy ebbe a kastélyba most már szerintem be, be tudnék menni. Annyi mozgásterem már bőven van, hogy nagyjából ugye a háromnegyedét 4 kb. felfedezhessem. Én itt akkor be is fogok törni, valószínűleg. Uh -huh. Már is fogad minket egy láda, kis kenyérrel. Na, itt itt szerintem tényleg érdemes lesz körbenézni. Tehát, ha valahol, akkor talán itt ö, rengeteg láda lesz majd, csak hát ö, valahogy meg is kéne őket találni. Aha. Uh, itt is elbújt egy és csomó Eye van. Valahogy az az érzésem, hogy euh, akkor mind a 12-t majd nekem kell összeszedni, mert ugye most nagyon-nagyon sokat adott, és euh, most már így, ha jól emlékszem, akkor összesen van 10. Itt is. Ú, Jézusom, milyen cuccok, netherite kapa! Hát ezt mondjuk jól lett volna hamarabb megszerezni, akkor nem kellett volna ennyit szívnom a veteményessel, és valószínűleg össze fogja rakni nekünk a gyémánt szettet teljesen, meg a gyémánt kardot. Ennek tökörülök egyébként. Ja, hát elég sajátos módszer találtam itt a, a följutásra, de ha működik, akkor működik. Aha, összesen most már 10 szemem van, tehát még kettő darabot kéne valahol találni, és akkor gondolom úgy, úgy fogja kiadni majd a portál, mert hát feltételezem, hogy akkor így tényleg üres lesz az egész, és akkor nekem kell mindent berakni. Hát ö, kajából, meg ezekből szerintem itt soha nem lenne hiány. Ha itt megállnék, még ez is elég lenne egy életre kb. Gyorsan akkor egy kis szaporítgatás. Aztán skeleton badászat, és gyűjtjük az XP-ket. Egy, egy 50-es vagy 60-as szintig legalább. Gratulálok. Igen, kinyitottam az ajtót véletlen. Úgyhogy hehehe. az G to the G. Az tényleg G to the G. No, hát most már annyit szaporítottam, hogy konkrétan egyébként elfogyott teljesen a búzám. Úgyhogy kénytelen vagyok. Egy kicsikét foglalkozni a farmommal most, hogy legalább az legyen. Aztán utána megvárakozunk egy picit skeletonokra majd. Úristen, mennyi tojást, te jó ég! Na jó, hát ezeket én mind eldobálom, tehát hogy szó se róla. Legalább még több kis be lesz. Most már amúgy szerintem nem éri meg annyira szortírozni az állatok között, mert ö, lehetséges az, hogy így akkor tényleg sokkal gyorsabban fogom tudni az XP-ket szerezni, hogyha minél többen vannak. Úgyhogy max akkor fogom lehet leöldökölni őket, hogyha annyira durván sok FPS-t vesztek miattuk, mert egyébként ez előfordulhat, mivel túl sok entity. Ezért tök simán lehet az, hogy, hogy droppolni fognak majd az FPS-ek, de nem baj. 60-as XP szintig nem is állhatnánk meg most már. No, hát akkor menjünk is neki ismételten a farmnak. Szépen akkor arassuk is le itt a terméseket. Minden nagyon szipi-szupi lesz. Bízom benne, hogy a, a vízmennyiség az le tud folyni, de úgy látom, hogy még mindig mindig tökéletesen működik, bár ezen mi tudna elromlani? Tehát az is egy jó kérdés. Oké. Okay. Kellett volna hoznom... Azt a netherite hogy hogyha már egyszer megkaptam, hát ez, ez brutál. Netherite kapát kapok a játékba, tehát ennél haszontalanabb dolog, szerintem kevés van, mint hogy tényleg netherite csináljon valaki kapát. Tehát a, a, fa is pontosan ugyanolyan hatékony, mint a netherite. Nyilván jó persze durability, meg mit tudom én, de olyan sokat nem kell készíteni belőle szerintem. És azt a nagyon-nagyon durva mennyiségeket kaptam. Szerintem most jelenleg répát nem is fogok ültetni, mert répában nagyon-nagyon sok van, búzából meg kevés. Úgyhogy most ezt kell nyomatni, nem érdekes az, hogy milyen gyorsasággal tud megteremni. Oké, okay, búza elvetve mindenhol. És a most szerintem skeletonozni fogok egy picit, mert ha mindent egybe veszünk, akkor ez még így is az összes közül a leghatékonyabb XP farm. Mondjuk hely már nem nagyon lesz ebbe a ládába, ahogy látom. Úgyhogy hozok még néhányat. Hű, most egy kicsit többet vártam, mint eddig. És már a játékomon is érezni az, hogy vannak beakadások. Úgyhogy kíváncsi vagyok arra, hogy na ezt mennyi idő lesz kiszedni. És meg lesz az 50-es szint. Lazán meg lehet az 50-es szint. Uh, az inventórium is eléggé bánja ezeket a, a mobokat, ahogy látom. Ebben már konkrétan egy így kereskedést csinálhatnék. Itt annyi cucc van. Hű, Ez az állatfarm most már nagyon-nagyon durva. Mozdulni nem tudnak a mobok. Annyian vannak. Tetszik. Na nézzük azt, hogy ezt a 10 szemet egyébként most már végre valahára be tudom-e tenni az endportába, avagy sem. Mert azóta tényleg jó pár blokkot kiemnyílt a border, és elvileg egész kényelmesen. Ú, és itt is van a 12. Let's go! Ott is van mind a 12. És még kaptam pörlöket, hogyha úgy gondolnám, hogy mit tudom, én voltam a nedőrbe, akkor át tudjam rakni. Nem, nem voltam. És elérkeztünk végre valahára az endportához tényleg. Jajaj, várjál ezeket a silver fisseket egyhitelni kell, mert különben kifog kelni az összes. Itt is vagyunk! És ennyi szem van benne, de még ennek ellenére is konkrétan. ide adott nekünk 12 szemet és kettő darab kellett belőle. Bro! <laughs> és itt egy láda. Mi a fene? Tehát ha ide jutottam volna úgy, hogy egyébként nem is találok meg semmit, akkor is megkaptam volna ezeket a utcokat. Ez nagyon komoly. És jól gondoltam amúgy kb. az elején, hogy körülbelül tényleg ilyen 50-es szint fog kelleni, és valóban 50 szint kellett ahhoz, hogy ide el tudjunk jutni. Úgyhogy én lehet, hogy nem is húznám tovább az időt, mivel elértünk a challenge a végéhez, így csak egyszerűen fognám, és megölném az Ender Dragont. Azta! Ezt mennyire jó, hogy kinyitottam? Ez, 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 eddig miért nem volt itt? OP almák, sima alma. Netherite chess Chestplate, úristen! Most már aztán tényleg tele vagyunk mindennel. Jó ja, persze, mert ez volt az a terület, ahova még nem tudtunk jönni. És jól érzékelem azt, hogy most. Oh, nem erre gondoltam. Eltűnt a border! Most van az, hogy eltűnt az egész, most tudjuk felfedezni. Elértük az 50-es szintet, és innentől kezdve már végtelen a dolog. Egészen úgy tűnik, úgyhogy erről mondjuk nem is tudtam. De hát ez így nagyon-nagyon OP. Ú, de jó érzés amúgy végre nem XP-ket farmolni, hanem most már cuccok után kutatni. Szerintem egyébként úgy tudtam megszüntetni a bordert. Ú, Netherite X. Azt a, hogy beaktiváltam a portát. És akkor innentől kezdve már ugye a challenge részét megcsináltam, és föloldható a border. Ez, ez nagyon jó, ez tetszik. Tényleg akkor nézzünk át jó alaposan mindent, aztán... Oh, ez igen. Aztán tudunk is szépen lefele menni az endbe. Ja, hát itt van valamilyen elhagyatott falu is. Hát, ezekkel lehet, hogy nem feltétlenül úgy fog foglalkozni, hogy itt mindent annyira körbenézek. Hoppá, hoppá. Vagy mégis? Itt bizonyos könyvek vannak. De szerintem encsántalás nélkül is tök egyszerűen meg tudjuk ölni az Enderdragon, tehát hogy ezzel most már tényleg nincsen probléma. Még egy helyen nem jártam itt az elhagyatott falunál, úgyhogy még oda átmegyek, és utána most már tényleg megküzdünk a sárkányal. Hát, oké, okay, ez szerintem így full üres. Igen, ez ennyi volt. ú, vagy mégse? Netherite kard, még egy OP, és egy totem, de jó. Nem volt hiába való ide eljönni. Jól van, és még ott is van egy láda, egy utolsó. Aha, ezek is viszonylag jók. Na jó, szedjük össze azokat a cuccokat, amik vannak, és akkor irány és tényleg az end. Egyelőre így vagyunk, szerintem még fogok csinálni egy gyémánt gatyát. Ja, de nem tudok, mert csak kettő gyémántom van. Akkor viszont jó lesz ez a lánc is. Hozok magammal még egy kis ammót, és meg is leszünk. És a csácok, végre elérkeztünk ide, hogy megindulhassunk az endbe. El se hiszem egyébként, de nagyon örülök, hogy idáig eljutottunk. És hát zárjuk le méltóképp ezt a challenge-et. Ó, oh, tele kellettek a blokkok amúgy, mert különben még a platformra se jutottam volna föl. Egy op azért beeszek, a biztonság kedvéért. És akkor mehet a szokásos lövöldözés. Oké, okay, ez volt az utolsó kristály. Úgyhogy végre akkor lehet támadni a sárkányt. Ja, mondjuk ilyenkor fölösleges, na mindegy. Szépen megyünk is lefele, nem itt, a, mondjuk a másik oldalon. Egy kis aranyalma, totem a kézbe, és már mehetünk is. Oké, okay, már is érkezik az első purge-re. Hát Netherite karddal szerintem ezerszer egyszerűbb lesz megölni, mint bármi mással idáig. Az ilyen végjátszások nem mindig gyémánt kardon van, meg ilyenek. Itt most durant is a Netherite, és már is jön vissza. Nagyon-nagyon gyorsan. De nem baj, ez nekünk csak jó természetesen. A felhápia easybe megvan. Még egy kicsit meg is lövöldözzük az urat. Jaj, ne, 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 ne. Ú, ezt nem akartam. De azt hiszem, ott pont alatt el férni. De ezt mindjárt kipróbáljuk. Ha eh, nagyjából, nagyjából elférünk. Jó. Ijjajjajjajj, nem halunk meg. Csak itt most annyi Dragon's Breed-et hogy nem tudok vele mit kezdeni sajnos. Ú, uh, talán innen elérem, ez ilyen kis kapu. Már nagyon nincs sok. És már is jön vissza az utolsó előtti küzdelemre. Vagy az utolsóra, let's go! Ott is van! G to the G. Egy kis négyzetbe bezárva, kezdtem el ezt az egész játékot, földobtam magam 50-es XP szintre, szinte a semmiből, és sikerült megölni így az Ender dragont. Úgyhogy szerintem ez volt kb. az egyik legnehezebb challenge, amit csináltam. Persze, hát most már könnyen jönnek az XP-k. 75-ös szint lesz lassan? Oké, okay, majdnem 76-os szintet össze tudtunk hozni, de szerintem itt még lesz XP. 77 lett a vége. Hát igen, srácok, meg tudtuk csinálni, Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha szeretnétek még hasonló videókat, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkal, és ne felejtsetek el feliratkozni. Mielőtt vége a videónak, csak szeretnénk mindenkit emlékeztetni, hogy próbálja ki a World of Tanks nevű játékot. Tényleg ott van a, link a leírásban. Ha játszol legalább három meccset, szerintem biztos, hogy megjön a kedved még vagy 300-hoz. Ti kaptok egy nagyszerű új játékot, én pedig egy jó lehetőséget, hogy tovább tudjam nektek gyártani a tartalmakat. Köszönöm szépen mindenkinek, aki letölti. Találkozunk legközelebb, lejtek jók, sziasztok!